Az elkerülhetetlen áremelkedés úgy tűnik megállt. Az előjelek alapján ez jó hír, hiszen a tőzsdéken az első időszakban jelentősen megnőtt a kereslet a jó minőségű kenyérgabonák és a kukorica tekintetében is, de mára úgy tűnik megnyugodott a piac. A betakarítást követően ugye egy kicsit ellentétes én véleményem szerint ez az ármozgás, ugyanis mindenhol országszerte az jött be, hogy kevesebb termett, és ennek ellenére a korábbihoz, tehát egy szeptemberi árhoz képest lefele mentek az árak. Hát, hogy ez minek a hatása, talán a bejövő ukrán kukoricáé, nem tudni, ezt én nem látom így. Legfontosabb kenyérgabonánk a búza, a szeszélyes időjárás és a hosszantartó aszály ellenére a Dunántúlon jó termést hozott, és bár az árak itt is jelentősen emelkedtek az orosz-ukrán háború hatására, de ez nem jelent komoly problémát a szakember szerint. A búzánál is úgy gondolom, hogy a kenyérre az megtermette az ország szerte, legalábbis nálunk is ez még nem annyira érezte a hatását, tehát a búzák azok a korábbi évekhez képest kevésbé károsodtak az aszályba, mint a kukorica, így én azt gondolom búzáknak nem, búzából nem lesz probléma az országban. A mezőgazdaság alapját jelentő növénytermesztési ágazat, tehát a szélsőséges időjárás és a gazdasági válságot hozó háború ellenére is működőképes, bizonyos, ha drágábban is, de kerül kenyér minden asztalra.